Zenekaritas jótékonysági koncertet szerveztek Siófokon. Verseny. Vadászok mérték össze tudásukat Nagybelényben. Megújulás. 2 milliárd forintból fejlesztették a választókerület templomait. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Zenekaritas néven rendeztek a hétvégén jótékonysági koncertet Siófokon. A rendezvényen 5 amatőr zenekar ajánlotta fel gázsiát, emellett pedig egy kihelyezett urnába az érdeklődők is adományozhattak. A befolyt összeget a Kárpátaljai Szövetség a háború menekültjeinek támogatására ajánlja fel. Helyi és vidéki zenekarok is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Az együttesek tagjai úgy érezték, a leginkább egy jótékonysági koncerttel segíthetnek. Egyértelmű volt a zenekarnak ez a döntés, hogy akkor itt leszünk. Nyilván eddig is mind a két zenekarunk, a Popdi lesz és az akusztik is mindig a jó ügyek mellé szeretett állni, és támogatunk ilyen eseményeket. Főleg egy ilyen helyzetben azt hiszem, hogy minden ember és minden érző ember próbál segíteni a maga módján, és hogyha már az Isten bennünket erre az útra terelt, hogy a zene a szenvedélyünk, és ez tölti ki az életünket, és ez egy eszköz most, és ezzel tudunk segíteni, akkor itt a helyünk. A szervező munka egy hónapig tartott, az önkormányzatok is pozitívan és segítőkészen álltak a kezdeményezéshez. Voltak, akiktől színpadot, dobogót kaptak a rendezvény lebonyolításához. A fellépők és a technikai személyzet pedig első szóra állt be a jó ügy mellé. Gyakorlatilag első szóra jött mindenki, nagyon szívesen segít, tehát jótékonysági rendezvényeken föllépünk, ha lehet, ha van ilyen szervezve. Igazából gyakorlatilag első szóra jött mindenki, tehát nem kellett senkit noszogatni, mindenki azt mondta, hogy persze, természetesen jövünk, összehozzuk, és akkor csinálunk egy jó bulit, és akkor a jó ügyért mindenki felajánlott ezt a dolgot. A rendezvény ideje alatt egy urnát is elhelyeztek, amelybe önkéntes alapon bárki bármilyen összeget elhelyezhetett. A befolyt összeget a Kárpátaljai Szövetség a menekültek támogatására fordítja. Tapasztalataik szerint az nagyon változó, hogy a háború elől menekülők meddig maradnak. Jelenleg 69 ember ellátásáról gondoskodnak az önkormányzattal közösen Balatonföldváron, a Riviera Hotel egyik szárnyában. Akik nálunk vannak, azoknak egy része már tovább utazott, vannak, akik tényleg csak olyannyira átmeneti szállásként élnek a lehetőséggel, hogy megérkeznek egyik nap késő este, alszanak egyet, és aztán másnap pedig tovább utaznak, vagy egy-két napot pihennek és mennek tovább. Vannak, akiknek nincs hova tovább menniük, várják, hogy érjen véget otthon a háború, és utazhassanak haza. Vannak olyanok, akik mérlegelik azt a döntést, hogy esetleg megpróbálnak Magyarországon huzamosabb ideig tartózkodni, és akkor most ezt helyezik mérlegre, hogy tudnak itt boldogulni, tovább kell utazniuk, vagy ha rendeződik a helyzet, akkor hazamennek-e. A jótékonysági koncerten a kihelyezett urnába közel 100 000 forint értékű adomány gyűlt össze, amelyet a szövetség részben élelmiszercsomagok és higiéniai eszközök beszerzésére fordít. Siófokon tartotta régiós kampányzáró rendezvényét az Egységben Magyarország ellenzéki összefogás. Voltak, akik a Kálmán Imre Művelődési Központ színház termében hallgatták a meghívott politikusok beszédét. A többség azonban a város főterén kivetítőn keresztül követte az eseményt. A rendezvényen helyi és országos ismeretségű politikusok szólaltak fel. Beszédet mondott Lengyel Róbert, Siófok polgármestere, Dobrev Klára, Jakab Péter és Kunhalmi Ágnes is. Szinte kivétel nélkül még a műsorvezető is arra buzdította az embereket, hogy éljenek szavazati jogukkal április 3-án. Ügyeletet tartanak jövő szombaton és vasárnap a kormányablakok, okmányirodák. Rendkívüli nyitvatartással biztosítják, ha pótolni kell valamelyik választáshoz kapcsolódó dokumentumot. Pontos információkat a kormányablak.hu oldalon lehet találni. A voksoláson és az országos népszavazáson való részvételhez érvényes személyazonosító igazolványra, útlevélre vagy vezetői engedélyre, valamint lakcímkártyára van szükség.
Sétányrendeletről döntött a siófoki önkormányzat. Éjfél és hajnali 4 óra között csak azok a helyek tarthatnak nyitva a Petőfi sétányon és környékén, amelyek eleget tesznek a képviselőtestület által megszavazott feltételeknek. Előírták például a zenei limitet, a biztonsági őrszolgálat és a visszaváltható úgynevezett repohár használatát. A város honlapján azt írják, a cél, hogy a vendéglátó egységek zeneszolgáltatása ne legyen hangos, visszaszoruljon a közterületi szeszes italfogyasztás, hangoskodás és szemetelés. 7 lövés formában összetett versenyen mutatták meg tudásukat sportlövők és vadászok Nagyberényben a tavaszi lövészversenyen, amelyet a helyi lövészklub szervezett. Csaknem 50-en érkeztek a megmérettetésre, amelyet 2 fős csoportokban kellett teljesíteniük a nap folyamán. A verseny célja a sportteljesítmény mellett a közös tapasztalatcsere és a barátságok elmélyítése volt. Fel. Az egyik leglátványosabb és a versenyzők körében legkedveltebb szám a korong vagy agyaggalamb lövészet. Sokan már évek óta visszajárnak a versenyekre Nagyberénybe, és a férfiak mellett egyre több a hölgy is. Fontos a gyakorlás és a vadászatra felkészültség. Hölgyként is érvényesülni kell a férfiak mellett, és ez egy nagyon jó lehetőség, gyakorlási lehetőség. A gyakorláson túl a vadász és lövész etikát is elsajátítják egymástól a versenyzők. A szervezők szerint így lehet elérni, hogy mind a lőtéren, mind a vadászatokon a lehető legbiztonságosabban hódolhasson mindenki a szenvedélyének. Az egyik belevő biztonságtechnikát, fegyverkezelést behozzuk a másikba, és ezt a szigorúságot ezt be kell gyakorolni, ennek napi készségnek meg kell lenni, és így a vadászat is sokkal biztonságosabb, és a lövészet is sokkal biztonságosabb. Azért egy vadászat kint van kültéren, az emberek 20-30-50 méterre vannak egymástól, és a maga az etikai kérdések is hasonlóak, vagy az etika válaszai ezekre a kérdésekre, hogy mégis hogy kell viselkedni egy vadászat közben, egy lövészet közben, illetve hát azok a barátságok, amik így kialakulnak. Az egyiket rábeszélik, hogy jöjjön lövészni, lövészetre, a másikat rábeszélik, hogy jöjjön vadászni, mert meghívják egymást. És ezek az élmények, ezek nagyon fontosak. A versenyhez évről évre egyre többen csatlakoznak. A szervezők szerint az idényvadászatoknál is kiemelkedő szerepe van az ilyen versenyeknek, hiszen például egy vaddisznó hajtásnál is fontos a jól beállított puska és lőgyakorlat. Ezeket a készségeket itt lehet megszerezni, hiszen itt mindig van egy olyan szakember, aki háta mögé áll, és figyelmezheti, hogy ez jó, nem jó, ez a beállás jó, nem jó, hogy kellene, miképp kellene, milyen távolságra vannak, és nem utolsó sorban a fegyverek belövésébe is segítünk, vagy a sörétes fegyverek szórásképének a meghatározásába is segítünk, és magát a fegyvert hova kell tartani. Ez azért is lényeges, hogy a vadászat során ne sebzés legyen, és elviszi a vad, és elpusztul, és szenved, hanem tűzbe rogyva maradjon ott, és el lehessen vinni a zsákmányt, és azt hasznosítani lehessen. A következő verseny szeptemberben az őszi vadkacsa szezon előtt rendezik majd meg a szervezők. Tovább fejlesztik a strandokat Balatonföldváron. A város 5. alkalommal nyert a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán. A két fürdőhelyen 60 millió forintos fejlesztések valósulnak meg. Akadálymentesítésre, térburkolat felújításra, térvilágítás korszerűsítésre, zöld területek fejlesztésére fordítják a forrást. A tervek között szerepel árnyékolók kihelyezése, napelemes elektromos kerékpártöltők telepítése és a kültéri zuhanyzók felújítása. Áremeléssel próbálkoznak egyes somogyi fuvarozók, így próbálják ellensúlyozni a növekvő költségeket, írja a sonline.hu. A kamionosok, buszosok szerint nehéz menet vár rájuk, mivel a megrendelők egy része elzárkozik a magasabb díjaktól. A szakemberek szerint szükség van a kilométerenként legalább 100 forintos emelésre. Volt, aki úgy nyilatkozott, ha árügyben nem tudnak dűlőre jutni, akkor előbb-utóbb leállítja a kamionokat. Amint arról pénteki híradónkban beszámoltunk, felavatták a mintegy 2,1 milliárd forintból megújult Nagyboldogasszony székesegyházat Kaposváron.
Nem csak a megyeszékhelyen, hanem számos somogyi kistelepülésen is megszépültek a templomok, imaházak. Az Andocsi és a Karádi templom is több százmillió forintos állami forrásból korszerűsödött. Megközelíti a 2 milliárd forintot a templomok felújítására fordított összeg Somogy negyedik számú választókerületében az elmúlt években. Az állami forrásból megvalósult beruházásokkal több száz éves épületek korszerűsödtek és szépültek meg. Ezek egyrészt vallási, másrészt közösségi, történelmi és kulturális helyszínek is egyaránt. A közös örökségünk mindannyiunknak, amelyet a jövőkor számára közös felelősségünk, hogy át tudunk-e örökíteni, meg tudunk-e óvni, és meg tudunk-e menteni. Én azt gondolom, hogy tekintve, hogy a települések, falvak, városok központi építészeti szemedgyönyörködtető elemei, ezek az egyházi épületek, ezért a település kép szempontjából sem mindegy, hogy milyen állapotban vannak, és fogadják az odaérkező helyieket, vagy adott esetben vendégeket. Kisebb és nagyobb templomok felújítására is jutott forrás a térségben, mondta Vicma Mihály országgyűlési képviselő. A Somogy megyének most már bazilikája is van, ugye a közelmúltbeli vatikáni döntésnek köszönhetően választókörzetem földrajzi közepén Andocson elhelyezkedő Nagyboldogasszony templom most már bazilika. Ott is egy több százmillió forintos felújításra került sor az elmúlt években, de megújult a szomszédos Karádi templom is több mint 600 millió forintból. A templomok mellett parókiák és egyházi közösségi terek is megújulhattak az elmúlt években. Fordulatokban gazdag, szoros összecsapáson győzte le az SKC a Moson-Magyaróvári KC együttesét. A KNH női kézilabda liga 19. fordulójában 28-26-ra győztek a siófoki hópárducok, ezzel pedig a két csapat helyet cserélt a tabellán, így az 5. nemzetközi kupaindulást érő helyről várhatják a siófokiak a folytatást. Zene Caritas jótékonysági koncertet szerveztek Siófokon. Verseny, vadászok mérték össze tudásukat Nagyberényben. Megújulás, 2 milliárd forintból fejlesztették a választókerület templomait. Friss videós tartalmakért kattintsanak a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára. Holnap már kevesebb napsütésre számíthatunk, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Híradóval legközelebb holnap este találkozhatnak, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra!